Sziasztok, kedves barátaim! Megkérték engem, hogy meséljek el, hogy milyen hatással van alkohol az emberre. És ma beszélünk arról, hogy hogyan hat, mi történik a testünkkel. Van egyik jól tudós csoportja, akik teljesen véletlenül elkezdtek, belebonyolódtak kutatásába. És az úgy történt, hogy egy lábszerészhez jött egy paciens, és akkor ő nézte neki a szemet, a gépekkel, és látta, valami furcsa dolgok vannak ott a szemébe, ilyen, mint a vér, de ilyen összetapad valami, ilyen csomós dolog, akkor elkezdte, ez egy kérdőjelet, vagy kíváncsiságot gyorsan felébresztette a szívébe, és akkor utána barátokkal összejöttek, és elkezdtek tanulmányozni. Jaj, nem, előtte még észre, az volt az észrevétel, amikor ezek a kis csomók, a vérből csomók vannak a pacienseknél, akik előző nap itták. Mert mindig valahogy így rákérdezte, hogy mit, tegnap mit ettél, mit ittál, és mondták, hát én ittam alkoholt. És akkor így ez a hangulat, hogy van valami változás vérrel, észrevette a látszerész, és ugyanakkor észrevette, hogy ez alkohol ívással van kapcsolatban, de erre elindult egy légi hatalmas nagy kutatás, és mesélek nektek, mi lett az eredményük. Az történt, hogy amikor az alkohol vérbe kerül, természetesen ivás által, a vér az alkohol hatására összetapadnak a sejtjei, és úgy néz ki, mint egy túró, ilyen kis csomók. Így működik a vérkeringés az alkohol hatására, összetapados. Aminek nem lenne semmi gond, hogyha nem lenne egy kis kivétel. És ez az agyunk. Az a helyzet, hogy az agynak a kérege, itt látjátok a képen, a sejtjei az nem az agy kéreg tetején vannak, hanem egy kicsit bejebb vannak. Bejebb, van egy kis csatorna, ami vezeti, itt nagyon rövid, de van egy csatorna. És ez a csatorna vezeti az agysejtehez, és akkor ott nyílik a sejt. A csatornának a formája olyan, mint a tölcsér. Elején ilyen széles és szűkül, és utána megy ilyen nagyon vékony, és akkor ott van a sejt. Ez a pont a vékony része a csatornának olyan keskeny, hogy a vér sejtjei egymás után egyenként férnek el. És az történik, amikor valaki alkoholt iszik, akkor összetapad a vérsejtjei, mennek egész szervezetbe, és mennek táplálni agy sejteket. Amikor odaérnek az agykéreghez, és menne már az agykéreg sejtjéhez, akkor az az egy csomó az nem fér el a kis csatornán, de viszont mivel ilyen tölcséres, akkor oda megy az a csomó, sejt összetapad a vérsejtek, és a csomó miatt beszorol, és seki sebe. Bizonyos idő múlva az a sejt, amelyik nem kapja friss ellátást vér által, elhal. Mert ugye ott be van szorolva a vérsejt csomó,
se kisebb, akkor ez a sejt elhal, mert nem kapja ellátást. És ez így eléggé sok sejt ilyenkor elhal. Utána, hogy ne rohadjon el az agy, mert ugye a koponya alatt eléggé magas hőmérséklet van, és az ahhoz, hogy ne halljanak meg, mert egyik sejt meghalt, akkor ez megöli maga, mert elkezd bomlani, és akkor elbomlasztja a többi sejteket. Szóval ott elindulhat egy ilyen lánchalál az agynak, akkor az agyának, vagy a szervezetnek ki kell mosni az agyat. Agymosást kell csinálnia, és felpompálja, mondjuk így, nagy nyomás folyadékat a koponya és a agy kérek között, hogy mossa ki elhalt sejteket. És utána bizonyos csatornákon által el van vezetve, és ember elmegy kis vécére, és akkor búcsúzik a sejtektől. Ez történik az alkohol hatására. Na, amikor erre rájöttek a tudósok, akkor elkezdtek tovább kutatni, boncolni olyan halottakat, akik iszákosok vagy alkoholisták voltak. És akkor elmentek ugye hullaházba, és mondtak, igen, itt van közepes alkoholista, itt van végig totál alkoholista. És akkor elkezdtek boncolni, és teljesen meg voltak lepődve, hogy így, ez nem igaz, ez misztika. Nagyon misztikus, mert azok, akik már ilyen mondjuk professzionális alkoholisták voltak, akkor az agyuk teljesen össze volt zsugorodva, mert kipisíltek az majdnem az összes sejtet. És ezért mondták, hogy ez egy tényleg misztika, hogy ezzel az aggyal hogy lehet még élni egy embernek. Szóval ez történik, már nem beszélünk a májról és a többiről, és természetesen ez a durva fizikai test, ugyanakkor finom fizikai energiára és a tudatra is hat, az természetesen a illúzióba hoz az embert, és akkor rontja a tudatot. Agyat, tudatot, minden. És a védikus szemszögből az alkoholban nincsen semmi gyógyító dolog. Képzeljétek el, mondjuk, iszunk, és mondjunk, na akkor egészségedre, és mérget iszünk. Alkohol, ez egy méreg. Akkor ez egy kicsit skizofrén állapot, mikor ezt csinálják. Ezért az a személy, aki szeretne tiszta életet élni, fejlődni, főleg lelkileg, és nagyon jól éles intelligenciával rendelkezni, olyan ember nem iszik semmi formában az alkohol. Írjátok kommentekben, ki, aki köztetek kontrollálja, ez azt jelenti, csak az ünnepeken, vagy csak új évkor, de azok is írjátok, akik nem tudtuk kontrollálni, nem voltok alkoholisták, de ragaszkodjátok az alkoholt, nem tudjátok elképzelni bulit alkohol nélkül, és írjátok kommenteket azok, akik régóta nem isznak alkoholt, és teljesen jó éreznek magukat mindenféle buliban alkohol nélkül. És ne felejtsetek lájkolni videót, feliratkozni a csatornára, és meg lehet osztani. Minden több ember ezt a tudást elsajátítja, annál több ember jó irányba fog változni. Köszönöm szépen, Hare Krishna!